Szia, sziasztok, köszöntelek benneteket, én Vinya vagyok, és ismét jelentkezem a High Life NT a gazdag RP szerveréről, egy újabb ismertető, tulajdonképpen bemutató videóval. Ezúttal a plakátrendszert fogom nektek megmutatni, ez egy nagyon rövid videó, lesz egy nagyon rövid ismertető videó a plakátrendszer keretében, Gyakorlatilag a város egész területén, főként Los Santos területén, de egyébként a külső területeken is lehet ilyen plakátokat látni. Megmutatom nektek. Ilyen és ehhez hasonló hirdetési felületen tudtok elhelyezni hirdetéseket, ha konkrétan például erre a 33-as hirdetési zónára szeretnétek hirdetést elhelyezni, akkor, akkor a plakátrendszerben ezt meg tudjátok tenni. Ami nagyon fontos. A plakát hirdetési felület irodája az úgynevezett High Life hirdetés központban a kórháztól egy sarokra van, itt a, a négy sávosok találkozásánál, a fegyverbolt, a tűzoltóság és a mentőszolgált között, ahol a vetőmagárus van. Itt van egy plakát, és itt írja, hogy High Life hirdetés központ, ugye hirdető táblák. Ide kell eljönnötök, itt nincs más dolgotok, mint hogy beszaladtok ide jobbra ehhez a plakát hirdetési ügyintézőhöz, és rákattintva bejön egy menü, ahol láthatjátok az összes plakátot, ami, ami jelenleg rendelkezésre áll. Ez jelenleg 72 darab plakát. Nagyon fontos tudni, hogy a szerver szabályzat alapján egy játékos maximum 5 plakátot birtokolhat, és azt az 5 plakátot is egyszerre legfeljebb 15 napra bérelheti ki. Ezeknek a szabályoknak a, a, megszegése az, az gyakorlatilag az gyakorlatilag hát alapvetően gyakorlatilag szankcióval jár, gyakorlatilag szankciót van maga után, ezt, ezt mindenképpen igyekezzetek betartani, itt ahogy a példa is mutatja, láthatjátok, hogy a kettes számú elkorona területén, illetve a ötös számú retkanti területén található plakát, az jelenleg is, jelenleg is foglalt, és még 10 óra van hátra azon a plakáton lévő hirdetés megjelenítési idejéből, tehát szám szerint 10 óra múlva ez a plakát rezetelődik, és visszaáll az alap hirdetés a rendszerbe. E, tulajdonképpen a, a plakátokról igazából ennyit kell tudnotok ami, hát igen, ami, ami, még esetleg fontos, ami még, bocsánat, lényeges, hogy például az egyes plakátra, ha hirdetést akarsz kitenni, <kül> akkor ugye a rendszer az egy napra, vagy legfeljebb 30 napra engedi, de a szerver szabályzat 15 napban korlátozza. 24 órára, tehát egy napra 100 ezer dollár, a bérlés díja, tehát egy nap egy plakát 100 ezer dollár, ha öt plakátot teszel ki egy napra az 500 ezer dollár, tehát darabja per nap 100 ezer dodó, és az ajánlott képfelbontás az az 1060x300-as méretű, tehát 1060 széles, 300 magas képfelbontású tartalom kihelyezése. Nagyon fontos, hogy a tartalmak, teljes meg kell feleljenek a szerver szabályzatnak, OC dolgot nem hirdethetsz, tehát teljes körülön IC kell működjön ez a, ez a, hirdetés, ez a történet. Erre figyeljetek oda, hogyha följöttök a szerver és a plakát hirdetés funkcióit veszítek igénybe. Én nem is húzom tovább az időt ezzel a plakátos dologgal, ez egy nagyon viszonylagosan egyszerű rendszer a használata is az, úgyhogy nem, nem, nem mennék ezzel, ezzel túlságosan nagyon mélységekbe. Köszönöm, hogy megnézted a videót. És hamarosan érkezek a következő bemutató, vagy vagy nagyon szűk keretek közt fogalmazva a tutorial videóval. Köszönöm még egyszer, minden fontos leírás megtalálsz a leírásban, szervercsatlakozás, információk, weboldal, Discord, minden egyéb olyan fontos kontaktanyagot, amivel kapcsolatba tudsz velünk lépni, vagy nyomon tudod követni munkáinkat, mindent megtalálsz a leírásban, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!